Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és nézőit. Vendégem és beszélgető társam immáron második alkalommal, Böszörményi Nagy Gergely, akivel decemberben, amikor az első beszélgetést folytattuk, azt ígértük, hogy egy másik alkalommal beszélni fogunk a szellemi környezet szennyezés témájáról is. No hát elérkezett ez a pillanat. A könyvben, a Non-Conform című könyvben, amit a szerzője itt ül velem szemben, bőséges muníciót találunk, és nagyon sok elgondolkodtató idézetet, mások tollából származó idézetet is erre az egész témára. Internet, közösségi média, digitalizáció, ennek előnyei, veszélyei, hátrányai, hasznai. És azt gondoltam, nehéz volt egyébként megszűrni az anyagot, mert nagyon-nagyon bőséges tényleg a hivatkozásoknak a tára, hogy beszéljünk ennek a társadalmi hatásairól, beszéljünk arról, hogy a hagyományos értékeket hogyan rombolja, roncsolja mindez, hogyan hat. Uh, és az egyén és a személyre gyakorolt hatásáról váltsunk néhány szót, úgyhogy a hosszú bevezető után is tiszteltel köszöntöm második alkalommal és beszélni Nagy Gergelyt itt a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást, nagyon megtisztelő. A, uh, ugye a könyvben, uh, zömében nem is számoltam össze hány uh, könyvnek a recenziója Megszámolta? Hogy Nagyjából 150 könyvnek a recenziója szerepel benne hosszabban, rövidebben. És egy tematikus bontásban olvashatjuk ezt, tehát ezért is részben megkönnyítette a felkészülésemet, hogy a témához illeszkedő recenziókat lehet olvasni, és azt láttam, hogy azért zömében az elmúlt években, vagy az elmúlt évtizedben megjelent írások, a nagyobb része ennek a 150 recenziónak, tehát amik amiknek a, a rövid eszenciáját kapjuk öntől, és értékelését kapjuk öntől, de van néhány multidéző. Mondhatnám azt is, hogy ilyen, talán ilyen profetikus írások. Szerintem a legfontosabb uh, hivatkozott művek a könyvben azért alapvetően a régi könyvek. A 19. századból és a 20. század elejéről nagy átalakulások zajlottak a világban akkor is, és van egy olyan Joseph Tainter nevű amerikai antropológus, aki meg is fogalmazta, hogy a, a legnívósabb szellemi teljesítmények azok mindig nagy átalakulások idején látnak napvilágot, és valóban a, szerintem a mostani is egy termékeny időszak egyébként, amiben ma élünk, de az utolsó hasonló az első világháborút megelőző néhány évtized is nagyon termékeny volt, onnan is, meg az azt követő uh, 10-20 év is, onnan is uh, számos könyv található a nonkonform és én őszintén megvalva ezeket kedvelem a legjobban, vagy ezek gyakorolták rám a legnagyobb hatást? A, hát akkor idézzünk kettőből. Az egyik egy nagyon-nagyon régi mű, és ugye Fontos még egyszer hangsúlyozni, hogy a beszélgetésünk tárgya a szellemi környezetszennyezés, és mindaz, amit ma internet, vagy internetes penetrációnak hívunk, és annak a hatása. A mű Louis Monfort 1934-ben, nincs még internet, nincs még mobiltelefon, telefonja is csak éppen, hogy néhány embernek van, a következőket írja. Két véle, kétféle technológia létezik. Az egyik, az ember valós problémáinak komplex megoldását célzó politechnika, a másik, és a csak önmagáért való, a használóját elnyomó, a használóját elnyomó monotechnika. 1934. Ugrunk egyet az időben, 1970. Olvin Toffler, röviden az összezés, a megnövekedett információs terhelés, és mindig csak 1970-nél vagyunk, túl sok a változást hoz, túl sok idő alatt, ami sok hatásként ér bennünket, mert az agyunk erre nem készült fel ennek a befogadására és feldolgozására, és ez növeli az egyéni és a közösségi stresszt. És írta ezt 50 évvel ezelőtt. 1970. Ehhez képest azóta ez a helyzet, hogyha azt mondom, hogy súlyosabbá váltak, akkor nagyon finoman fogalmazta. Uh... Most ugye olvast, hogy 1934-ben valaki ezt előre látja. 1970-ben egy másik szerző. Még mindig mind messze vagyunk az internettől. Még mindig messze vagyunk a mobiltelefonok korától. Attól, hogy mindenkinek kütyüje van. Ettől még nagyon-nagyon messze vagyunk. És leírja ezt. Ez sokkoló hatás, legalábbis rám, egy megdöbbentő hatás gyakorolt. Ugye a technooptimisták, így szeretjük hívni azokat, akik a technológiai fejlődésben egy szükségszerűen pozitív folyamatot látnak, azt válaszolnák erre, hogy hát persze erre a fajta Előrelátásra az a magyarázat, hogy a korábbi ipari átalakulások, a nagyújítások is mindig úgymond stressz alá helyezték a közösséget, félelmeket generáltak, bizonytalanságot szültek, munkahelyeket szüntettek meg, és aztán egy idővel újakat hoztak létre, és beépültek a komfortzónánkba például a vasút. Biztos, hogy sok techno-optimista említeni most a vasútat, ami nagyon komoly kritikákat kapott, és komoly félelmeknek a forrása volt az iparosítási, iparosításának az idejében. De aztán minden jól alakult, és ők ma is vannak ilyen mozgalmak, ma is vannak ilyen véleményvezérek. Jellemzően a nagy technológiai cégeknek a tudósai, vezető tudósai, például Ray Kurzweil, aki a Google vezető tudósa, és egyébként a mesterséges intelligencia egyik legendájának számít. Ő ma is azt mondja, hogy ez a fajta átmeneti korszak, amikor új technológiák bukkannak fel, és új társadalmi jelenségekhez vezetnek, ezek mindig bizonytalansággal, mindig új félelemforrásokkal járnak, de összességében hosszú távon a folyamat szükségszerűen pozitív. Én ennél jóval szkeptikusabb vagyok. Szerintem az, hogy a változás az pozitíve vagy negatív, ez a történelemben, a civilizáció történet széles időhorizontját vizsgálva, Egyáltalán nem egyértelmű. Tudnék erre sok konkrét példát mondani. Lehet például szemügyre venni az iszlám ö, kultúra történetét, még tudományos, művészeti szempontból állt már sokkal magasabb ö, ö, komplexitású fokon is, mint ma és egyébként sikerült mindenféle belső feszültségek és belső dinamikák eredményeként visszaskállázni magát, és még az sem áll nagyon távol tőlem, hogy azt mondjam, hogy a zsidó-keresztény kultúrának is voltak olyan korszakai, amik művészeti vagy tudományos értelemben lekörözték a mait, tehát a fejlődést én mindig erősen időzőjelbe téve értem, változásnak tartom inkább, ami nem feltétlenül pozitív, és a mai változások, tehát a mai elsősorban digitális technológiáknak a, a, következményeiként az életünkben észlelt változások, azok szerintem sok esetben nagyon is vitatható, hogy az élet minőségünkre és a jövő képünkre, a jövő perspektívánkra kedvező hatással vannak-e. Én ezzel teljes mértékben egyetértek, és ezért is gondoltam, hogy beszéljünk ennek a problémának, vagy probléma halmaznak három vetületéről. Beszélhetnénk többről is, de szerintem a három is elég lesz. Az első a társadalmi. Kezdjük ezzel, hogy milyen társadalmi hatásai vannak. Amikor az internet elindult, akkor egy hurrá optimista hangulat volt. Az új értékelések is arról szóltak, hogy az internet felszabadít, tájékoztat, megerősít. Tehát csupa pozitív dolgot olvastunk ezzel kapcsolatban. Bekövetkezik egy információ robbanás. Itt egyetlen adatot szeretnék csak idézni, hogy 2001-ben, tehát 22 évvel ezelőtt, már 22 évvel ezelőtt, egyetlen év alatt ugyanannyi új információ keletkezett, egyetlen év alatt, mint a civilizáció története során összesen. Azóta ez a helyzet egyébként évről évre egyre rosszabb. Tehát az az információs robbanás, ez a, ha jól nem hiszem, ez a Moore törvénye, ez, ez, egészen elképesztő dolgokat produkál. Igen, a múr a mikrocsipek teljesítményének a növekedésére vonatkozik, de valóban ezt teszi lehetővé az információs robbanást is. És azt látjuk, hogy, hogy komoly kérdőjelek vannak körül, hogy az emberi agy, ami egy Rendkívül összetett és élettani szempontból nagyon különleges konstrukció. Az nem feltétlenül erre van kitalálva, és gyakorlatilag a modern élet az elsősorban a digitalizációnak köszönhetően. De nem kizárólag, de jelentős részben annak köszönhetően a függőségek élete lett. És ezért fontosak azok a szerzők, amivel elnök úr is kezdte a beszélgetést, de szeretnék még egy szerzőt idehozni a könyvből, akinek részletesen foglalkozom az életművel. Őt Iván Illisnek hívják, ő egy bosnyák-osztrák származású eredeti mesterségét tekintve katolikus pap, aki aztán egyébként úgymond civil közösség szervezőként, főleg Latin Amerikában volt aktív, és egy nagyon komoly filozófiai életművet tudhat a magáénak. Ő például azt mondta, hogy a technológia jó és rossz technológia között a dihotómia választóban a pontosan az, hogy az adott technológia szolgál-e minket, vagy mi szolgáljuk-e őt. És mindenkit felteti magában a kérdést hogy amikor az okostelefonról beszélgetünk, akkor azt szolgál -e minket, vagy mi szolgáljuk -e őt. Amikor angol kifejezésével a doomscrollingban vagyunk, azaz gyakorlatilag önkéntelenül, már már tudatos döntés nélkül az éjszaka közepén görgetjük a hírfolyamot, felesleges, minden tekintetben szükségtelen és haszontalan információt fogyasztunk nagy mennyiségben. Azért, mert nagyon jól van megírva az algoritmus, azért, mert pont az a tartalom ugrik fel, ami rímel a korábban általunk elfogyasztott tartalomra, azért, mert vibrál, azért, mert olyan színe van, azért, mert a hivatkozás innen oda mutat. Mindezek miatt valójában ez egyfajta digitális szolgaság irányába hat, és az, hogy mennyire hasznos eszköz, mennyire szolgál bennünket, az már jóval inkább megkérdőjelezhető. Mm most akkor egy kicsit fordítok az eredeti logikán, mert az volt az eredeti szándékom, hogy ezt a harmadik témaként hozom szóba, tehát az egyénre és a személyiségre gyakorolt hatást. De szerintem akkor ezt most már vesézzük ki ezt, és utána térjünk vissza a társadalmi kérdésre. No, amikor ezt a blokkot, vagy erre a blokkra készültem, akkor az a kérdés ötött föl bennem, az előbbi gondolatot, gondolatmenetet folytatva, hogy Vajon tudjuk-e azt, hogy hány órát töltünk naponta a képernyő előtt? Mérjük-e? Figyelünk-e rá? Hát ha mi nem mérjük, ők attól még mérjük. Mennyi ebből a hasznos idő? Tehát ami számunkra hasznos, szakmai értelemben, vagy az egyéni életvitelünk szempontjából. És aztán időként fölteszem magamnak a kérdést, és javaslom másoknak is, hogy ezt tegyék föl. És másnap mire emlékszünk mindabból, amit olvastunk? A, és akkor erre volt egy, és akkor most segítségül hívom a könyvet. A 277. oldalon a következőt olvashatjuk: A posztmodern ember a nap 24 órájából 11-et különböző információk elfogyasztásával tölt, miközben az agyat és a lelket nem erre találták ki. Az imént ugye ezt kezdtem mondani az idisre hivatkozva. Ahogy a cukor, a zsír vagy a liszt mértéktelen fogyasztása elhízáshoz vezet, úgy válhatunk függőjévé az instant üzeneteknek, szüntelen értesítéseknek, állapotfrissítéseknek, videóknak és e-maileknek. Az egyetlen különbség, hogy az eredmény sokaknál nem kilogramban vagy koleszterinben mérhető, hanem a túl sok információ okozta stresszben, tanástalanságban, és a mindennapokat átszövő döntésképtelenségben. Egészen pontos, és és azt gondolom, hogy önmagában ez a néhány mondat, ez egy nagyon súlyos uh, problémára uh, mutat rá, amit az imént elkezdett mondani, hogy egyénként és közösségként is milyen veszélynek vagyunk kitéve. Ez az információs diéta című könyvnek az ismertetőjéből származik ez az idézet amit egyébként... most Nem tesznek szántam egyébként a mai beszélgetést. Amíg, amíg fontos, egy ami egyébként politikai, egy politikai kampányszakember tollából látott napvilágot. Ő volt Barack Obama a digitális kampányfőnöke, és aztán ettől a világtól egy kicsit megcsömörlött, és elkezdett digitális tudatossággal foglalkozni, és írt egy mondjuk azt, hogy receptkönyvet, amit ismertetek a non és ez arról szól, hogy mik azok a rutinok, mik azok a apró, a mindennapokban meghonosítható megoldások, amik egy kicsit segítenek eltávolodni ettől a függőségtől. Ő például azt mondja, hogy érdemes heti egy úgynevezett általa digitális sabbatnak nevezett napot tartani, amikor egyáltalán nem töltünk időt a képernyő előtt, semmiféle képernyővel nem töltünk időt, érdemes kikapcsolni az értesítéseket a telefonon, és csak akkor értesülni a dolgokról, amikor legközelebb magunktól egyébként megnézzük őket. Tehát vannak olyan, hát hogy is mondjam, felhasználóbarát, barát, vagy élet, az életszerűséget kereső megoldások, amik nem, a, nem egy ilyen a életmódra való felbújtásként értelmezhetők, hogy tegyük le a telefont, és többet ne is vegyük a kezünkbe, hanem megpróbálja realisztikusan nézni azt, hogy egy átlagos családban, vagy egy átlagos polgár életében mi az, ami még elképzelhető, ami még belefér. És erre is vannak azért megoldások a dolog, nem reménytelen, de Társadalmi szinten, tehát közösségi szinten nagyon nehéz elképzelni, hogy hogyan lehetne ezt szabályozni. Inkább a mindennapi saját személyes kultúránkban van a helye az önvizsgálatnak. Igen, és ehhez szerintem érdemes uh, megismerni és megfontolni olyan kutatási eredményeket, mint amit egyébként a könyv is idéz. Ez egy másik könyv, másik szerző. 2018-as, tehát a vizsgálati eredmények nyilván korábbiak, és a következő összegző eh, megállapítása juttak. Itt azt vizsgálják egyébként, az, azt vizsgálták a kutatók, eh, hogy ha csak képernyőn segítségével olvasunk, tehát képernyőt használunk, monitort használunk, és hogyha hagyományos könyvet olvasunk, akkor a kettő között eh, mi a különbség, mi az élettani különbség, mi az agyunkra eh, gyakorolt, és ilyen értelemben a személyiségünket, a szellemi kapacitásunkat befolyásoló következménye mindennek. Na a következő megállapításra jutottak, e, nyilván sok-sok e, páciens megvizsgálása után. Az első, a digitális olvasás jelentősen roncsolja a figyelem minőségét. A papír alapú könyvek igényelte koncentrációhoz képest. Ez az első állítás. A második, Képernyön olvasva gyengül a részletek feldolgozására és felidézésére való képességünk. Ez a második. A harmadik, az empátia, képzelőerő, önreflexió, a tartós figyelem, az elemző és ítélő képesség is hanyatlik. Elég sötét kép, de van még egy negyedik is. Az átlagos memóriatartományunk az intenzív képernyő használat eredményeként csak az elmúlt évtizedben 50%-kal csökkent, nem edzünk eleget, agyunk akrobatikus képességeit. Hmm. Hát ez a négy pont elég sokkoló. Igen, ez az idézet, ez pedig Marian Wolf kutatónak a művéből származik, aki a Bostoni Tász Egyetemnek a tudósa, professzora, és az ő könyve az, uh, ahhoz képest, hogy mennyire drámai tanulságokat uh, rejt magában egy elég kedvesen és uh, béketűrően megfogalmazott rövid kis iramány, de a számok valóban ijesztőek. És uh, ahogy elnök úr is mondta, ugye ezek most már lassan tíz éves kutatások, tehát valószínűleg azóta uh, a TikTokkal uh, és az egyéb algoritmus alapú újításokkal, megerősítve az egész digitális világ még sokkal drámaibb hatást vált ki. Elsősorban annak a generációnak a tudatában, aki mondjuk a 2000-es év után született, tehát az E-generáció tudatában, aki gyakorlatilag az interneten kívüli világot, vagy az internet nélküli világot egyáltalán nem ismerte már. Eszembe szokott jutni, hogy valószínűleg az enyém az utolsó olyan generáció, én az Y generációhoz tartozom. Az enyém az utolsó olyan generáció, aki látta még, e, már tudatánál, e, már eszmélet állapotában látta e, az internet nélküli világot. Az utánunk született generációk erre már nem emlékezhetnek, és szerintem ez a változás e, a Homo sapiens pszichéjét és tudatállapotát tekintve azért egy markáns változás. És pontosan ezért mondtam a beszélgetésünk elején, hogy nem minden változás jó, és a fejlődés az önmagában nem jelent semmit, mint fogalom, mert az, hogy kiépült az internet, és utána olyan irányt vett, amilyet, az nem egyértelmű, hogy jó közösségi vagy egyéni élettani hatásokat hoz magával. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy amikor az internet megszületett, egyébként az amerikai védelmi ipar és az amerikai tudományos pályázatok finanszírozásának a metszetében valamikor a 20. század második harmadának a vége felé, akkor hogy elsősorban katonai és tudományos célra tervezték és szerették volna használni. Az, hogy ennek az elsődleges célja a médiumként való felhasználás, az valamikor a 90-es évek közepetáján vált egy értelművé, és mindig érdemes feltenni azt a kérdést, hogy lehetette volna máshogy, és jobb lenne más, máshogy. Ezt a kérdést nagyon ritkán tesszük fel olyan technológiák esetében, amik gyakorlatilag az életünk alapinfrastruktúráivá váltak, mert úgy tűnik, különösen a fiatal generációk számára úgy tűnik, hogy ezeknek a léte, és mai működése az magától értetődik, és axióma. És, és megkérdőjelezhetetlen. És szetetlen. Szetetlen. És ezért olykor-olykor őrültségnek hathat, ha valaki ezeknek az alapfunkciójával kapcsolatos kérdéseket tesz fel. Őrültségnek hathat, szélsőségesnek tűnhet, ha valaki az alapvető jóságukra vonatkozó dilemmákat feszeget. De ezt meg kell tennünk ezt meg kell tennünk, mert a változás, amit az emberi agy működésében előidéz, az egészen dráma és had csatoljak vissza egy viszonylag friss fejleményre, ami már az ismertetett ilyen agykutatási eredmények utáni fejlemény, ez a mesterséges intelligencia alapú szövegalkotásra vonatkozik. Most a hetekben, ezekben a hetekben a nyugati világban, főleg az egyetemi világban sok port kavart egy új megoldás, ami gyakorlatilag néhány információ begépelése alapján képes összeállítani egyetemi színvonalú dolgozatokat a mesterséges intelligencia segítségével, és számos akadémikus tengeren túlon és itt Európában is pánikba esett, hogy ezzel gyakorlatilag ellehetetlenítik az otthoni fogalmazásoknak, a házi feladatoknak a jelentőségét, szerepét az oktatásban, felső oktatásban. És a házi feladatért is kár lesz, de van ennél egy sokkal komolyabb kockázat ebben a témában. Hát Elveszítjük a gondolkodási képességünket. Pontosan nem? ugyanis a nyelvhasználat az a jelenlegi ismereteink szerint nem egyike csupán azoknak a dolgoknak, amik megkülönböztetnek minket az emberszabású majmoktól, hanem a legfontosabb megkülönböztető egy. Tehát a komplex szintaxis, szintézis és egyéb fogalmakkal írható ez lehet a komplex szövegalkotásra vonatkozó készség és képesség, a nyelv elsajátítása, a nyelv tanulása, a nyelv használata az a teszt, amin egy csimpánz nem tud átmenni, de a homo át tud menni. Ez a nagy különbség. Erről is írok egyébként a nonkonforman, és ezt a képességet ássa alá az, hogyha a szövegalkotás is kiszervezhetővé válik. Tehát nem is az egyetemi követelményrendszer felpuhulása itt a legnagyobb kockázat, hanem önmagában a kognitív képességeknek a visszafejlődése. És szerintem ez ilyen értelemben sokkal komolyabb kockázatokat rejt, és itt térnék vissza a technooptimistákkal kapcsolatos kritikámra, mint mondjuk annak idején a vasút megjelenése, vagy a gőzgép megjelenése. Ugyanis az emberi agy képességeit ezek a innovációk nem ásták alá, vagy az elektromos áram, a villami áram, a villanyvilágítás nem ásta alá, de azt hiszem, hogy a digitális világnak ezek a fejleményei már alássák. Mondhatjuk azt, hogy esetleg ez azzal a is jár, hogy mind az érzelmi, mind az értelmi intelligenciánkra meglehetősen súlyos következményei lesznek? Igen, és hogyha most az Égenerációval generációval foglalkozó pszichológus lennék, aki aktívan praktizál, akkor minden bizonyal fel tudnék hozni számos példát. Vannak ilyen ismerőseim, kollégáim, barátaim, és ők azt kell mondjam, nem éppen derülátók saját praxisukba tapasztalt esetek alapján. A, majd a végén a megoldásokra és a hogyan továbbról is beszéljünk, de nézzük akkor a dolgot, mert összekapcsolódik össze kapcsolódik a kettő. most beszéltünk elég részletesen arról, hogy az egyénre, a személyiségre, a személyiségfejlődésre, az agyunk működésére mindaz, hogyha ezt nem csupán eszközként használjuk, hanem rabszolgájává, kiszolgáltatottjává válunk, függővé válunk tőle, akkor ez milyen káros következményekkel jár. Értékek, és ez nyilván ér ér érinti, mindaz, ami a környezetünkben lezajló ö bekövetkezett, érinti az értékeket, a hagyományos értékeknek a megőrzését, megtartását, és az ehhez való viszonyunkat is. Egy újabb idézet következik. Az amatőrizmus új keretű kultuszád bemutató könyvének, egy Andrew Keen szerzőről beszélünk, fő megállapítása szerint a részben nihilista, részben narcisztikus motivációkból születő én tartalmak, blogposztok, szelfik és videók tömkelege már teljes egészében maga alá temette az internet értelmes funkcióit. És egykori kollaborációs karaktere helyett az én központuságot erősítette. Később az internet a kreatív amatőrt, a kreatív amatőrt, az autodidakta filmkészítőt, a kollégiumi zenészt, a kiadó nélküli írót ünnepli, azt üzeni, hogy bárki, még a, még a legkevésbé tanult, legszegényesebben artikuláló egyén is kifejezheti önmagát, és ki is kell fejeznie, a digitális világban. Egyenlőséget téve kiváló és amatőr között. Az internetkultúra tehát az egyenlőségre hivatkozva összemossa a dilettantizmust a kiválósággal és vannak további fejtegetések, hogy ez hogyan függ össze Karl Marxnak a korábbi elméleteivel, ez folytatódik itt a gondolat, de ez most nem érdekes, most nem egy... Ez a legérdekesebb. <laughs> Pedig ott folytatódik. Hát folytassam én ott akkor. Én. Tehát, tehát pont attól bizgalmas ez a dolog, hogy, hogy gyakorlatilag a kiváló és a hulladék közti egyenlőséggel az nagyon egybevág, a XX. század egyik korábbi totalitárius ideológiával, a kommunizmussal, ami ugye minden, pró, minden közé próbált egyenlőséget tenni, független attól, hogy mennyi szorgalom, mennyi igyekezet, mennyi teljesítmény, mennyi tudás volt egy-egy teljesítmény mögött. Szabott egy felső limitet, nem illett, sokkal-sokkal jobbnak lenni a többieknél. És egyébként független attól, hogy milyen teljesítménye volt az embernek, ettől egyébként bele kellett esnie a neki járó, neki kiszabott mozgástérbe. És ez nagyon hasonlít ennek az egaliter, ennek a félreértett egaliterizmus nagyon hasonlít ahhoz, amit ma látunk, mondjuk egy értékteremtő kulturális pálya, vagy tudományos pálya, és mondjuk egy TikTok sztár elérése népszerűsége között. Egészen elképesztő népszerűségre, egzisztenciára és tudati befolyásra lehet szert tenni ma olyan tartalmakkal, amik tudatosan gyakorlatilag a hulladék minőséget célozzák, divatos szóval a trash műfajba neveznek be vele. Gyakorlatilag minél inkább trash valami, annál menőbbnek számít, bizonyos kulturális regiszterekben és ilyen értelemben a kiválóság az valami fajta sznobériával lett egyelő, valamilyen abstrakt, szükségtelen, régivágású ideállal lett egyelő, és ez a művészetektől, a művészetek legkülönbözőbb területeitől sok esetben akár a politikáig bezárólag mindenütt megjelenik. És szerintem ennek a, és Andrew Keen szerint, aki az internet nem a válasz című könyvben ír erről hosszabban, de írt több könyvet is a témában, szerintem ennek a, a gyökerei azok az internet alapú médiákban keresendők, még csak nem is a közösségi médiában, az már egy következmény volt. Ez korábban, valamikor a 90-es évek második felében mondjuk a gonzó újságírással indult el, ahol gyakorlatilag a, a szertelen nyelvhasználat, vagy a nyelvi minőségre való oda nem figyelés lett egyfajta sik. Az új stílus egyfajta sarokköve. És ha valaki nagyon tudatosan formált mondatokban írt vagy beszélt, az pedig egy ilyen ősk old... őskövület. Őskövületként volt akár indirekt módon is beállítva. Tehát ennek egy sokadik következményénél vagyunk ma, ahol ez már a művészeteknek vagy éppen a tudományos teljesítményeknek a világát is nagyban érinti. Igen, de ez azt gondolom meglehetősen katasztrofális következményekkel jár. Ugyanúgy, egyébként, hogy az a kommunista ideológiából következő egalitárius szándék, ideológiai szándék is katasztrofális következményekhez vezetett. Ezt pontosan láttuk ennek a társadalmi hatását, a tudományos életre és a művészetekre gyakorolt hatását. Gyakorlatilag a kiváló produkciók csak kivételesen születhettek meg, és azok is sok esetben rejtve maradtak. Igen, de még abban az esetben is, hogyha megnézzük a, a, az eredményeket így utólag, akkor inkább azt látjuk, hogy a középszer volt erősítve a kiválóval szemben, ma pedig kifejezetten a szemét vagy a hulladék van erősítve és van ünnepelve a kiválóval szemben. Tehát én anélkül relativizálnám az elmúlt évtizedeket, vagy a 20. század második felének a katasztrofális diktatúráit, különösen azoknak a kultúrpolitikáját mondjuk, vagy azokat a rezsimeket. A helyzet nemhogy nem tűnik jobbnak, de bizonyos értelemben már rosszabbnak tűnik egy ilyen neoliberális logika által, ami valahol az internet alapú gazdaságnak az eredője is volt. Elég riasztó ez a kép, nem? De itt még ni mindig nincs vége. Mert mindennek vannak társadalmi hatása is. Az, az első kettőnek is, amiről beszéltünk, de vannak olyan társadalmi hatások, amik még ezen is túlmutatnak, és erről is van szó a könyvben. Két mondat megint csak idézetként, a közösségi médiáról beszélünk, és most visszaugrunk az e, ezt, ezt szántam elsőnek, de itt se jó, rossz egyébként, mert e, elérjük azt a hatást, hogy az egyén felől eljutunk a társadalmi-közösségi kérdésekig. Társadalmi hatás tehát. Első idézet, első mondat. A közösségi média perc mozgalmakat termel, melyek egyetlen célja a rend lerombolása. A Facebook és Twitter mozgalmak sosem kínálnak semmiféle alternatívát kedv és képesség sincs bennük egy pozitív jövőkép megfogalmazására. No. Na most ezt a szöveget egy Martin Guri nevű olasz-amerikai szerzőtől idézem a könyvben aki a CIA egyik vezető, tehát az amerikai titkosszolgálat egyik vezető elemzője volt. És ilyen értelemben nagy hitelessége bír ebben a témában, hiszen a titkosszolgálatok is Gyakorta használják ezeket a percmozgalmakat, gyakorta használják az online nyilvánosságot dezinformálása, saját politikai céljaiknak az elérésére. Ő a tűz közelben volt, és komoly tapasztalatokat. Hogy, hogy, bocsánat, hogy a gyerekem mögött fogalmazza igen, meg ezeket. Egy, egy a konkrét példát, hogy annélkül, hogy a gondolatnál lehetett megszakítanám, a, arab, és sosem használom ezt a szót arab tavasz, az arab tavasznak ö, tekintett mozgalom. Azt hiszem benne is van a könyvben hivatkozásként, hogy annak nincs arca tulajdonképpen. Mert az arab tavasz volt az első olyan ö, twitter alapú ö, vagy látszólag twitter alapú politikai mozgalom, ö, ahol nagyon feltűnő volt az a korábbi forradalmakhoz ö, szabadságharcra emlékeztető kezdeményezésekhez kép, ö, képest, hogy itt nem volt vezető, nem volt arc, és ö, amikor ez így alakult és kibontakozóban volt éppen, akkor a világ vezető lapjai, a nyugati világ vezető sajtótermékei ünnepelték ezt az új formát, ezt az új formátumot, hogy hát látjátok, nem is kell. Az internet segítségével már vezetőkre sincs szükség. Azóta tudjuk, hogy természetesen ez nincs így. Az ember ugyanúgy törzsi logika mentén szervezi a közösségeit, vezetőkre szükség van, és azok a fajta mozgalmak, percmozgalmak a szerző szavaival, amik a közösségi médiában születnek valós társadalmi beágyazottság nélkül, azok igazi eredményre nem tudnak vezetni. Azóta Számos ilyen mozgalmat láttunk felemelkedni és elbukni, és sokan vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy azzal, hogy mondjuk lecserélik a profilképüket valamilyen éppen időszerű, éppen divatos mozgalom logójára a Facebookon, azok azt gondolják, hogy úgy érezhetik, azzal átadhatják magukat, hogy ezelőtt tettek valamit. De ezek nem helyettesítik a tetteket, és nem helyettesítik azokat a Tízezer éves mintákat, ahogyan az emberi közösségek egyébként szervezik magukat. Éppen ezért ezek a mozgalmak alapvetően meddő mozgalmak, és nem nagyon tudunk olyan eh, nagy léptékű, Online mozgalomról, ami egyébként a fizikai valóságban e, hagyományos értelemben nagy eredményt ért volna el. Tehát ezek inkább azon áltatás kategóriába tartoznak. Lehet, hogy ide kanyarodott volna, kanyarodott volna, amikor közbeszóltam az előbb, ugye a CIA és tapasztalatok, vagy még lett volna egy másik gondolatmenet, amit ennek kapcsán el akart mondani? Fontosnak tartom a könyv kapcsán elmondani azt, hogy nagyon sokféle szerzőt dolgozok fel ebben a kötetben. És a mai beszélgetés legelején, ugye, egy Louis Mumford nevű technológia történésszel kezdtük, beszéltünk, utána egy kiugrott katolikus papról, Martin Guri pedig egy CIA ügynök, hogy nagyon érdemes és, és jó szívvel ajánlom mindenkinek sok oldalúan tájékozódni, és sokféle tapasztalattal rendelkező szerzőktől egyszerre olvasni, mert egészen más az a fajta tapasztalás, amit az egyik vagy a másik hoz, És sokszor ezek a nagyon profán, kézzelfogható tapasztalások, amiket például egy titkosszolgálati szakember hoz be a mai világ megértése szempontjából, ezek nagy felismerésekre ezt tudnak vezetni. Legalábbis segítenek a körülöttünk lévő változó és gyorsuló világnak a megértésében, és talán a veszélyek elhárításában és az alkalmazkodásban. És akkor is jutottunk az utolsó kérdésig, hogy na és akkor mi lehet a megoldás? Hiszen ez az információs robbanás ez nem fog megváltozni, ez a technológia ez itt lesz velünk, átszövi az életünket, az én generáció, ugye beszéltünk az elején arról, hogy már nem is tudja elképzelni azt a világot, hogy volt az internet előtt is valamiféle világ, ez valami ősi világ az égeneráció ég számára, és az, hogy eszközként használjuk ezt, az ellen szerintem senkinek semmi kifogása nincs, hogy függővé váljunk tőle, azt viszont jó lenne elkerülni. Na hát akkor mi lehet ez? Mire, mire, mire juthatunk? itt? Olvasok, olvastam néhány tanácsot, a könyvben is van erről szó, például, hogy öt éves kor alatt ö, ne adjunk a gyerekek kezébe kütyüt. A, a következő hogy felnőttként is törekedjünk arra, hogy hat óránál többet azért ne nagyon töltsünk itt a digitális tartalmak fogyasztásával. Egy nagyon fontos elem, amiről részletesen is beszéltünk, hogy a könyv alapú olvasás maradjon meg, tehát ne csak a digitális tartalmakat olvassuk, hanem forgassunk könyveket, tehát az olvasás maradjon az életünk része nem beszéltünk róla, de az utolsó kérdés tulajdonképpen ide uh, is kikanyarodhat, hogy a közösségi létformákat ne veszítsük el, és hát nem utolsó sorban azt hiszem, talán őrizzük meg a józan paraszti eszünket. A könyv legelején, az előszónál szerepel egy idézet, egy Charles McKay nevű skót haditudósítótól, aki írt egy ilyen alapműnek számító uh, könyvet az 1800-as évek közepén, amiben az a mondat szerepel, és ezt idézem tőle, hogy az nem szó szerint idézet következik, az emberek általában csordában őrülnek meg, nagyon gyorsan, ehhez képest csak lassan és egyénileg térnek magukhoz. És én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy nagy megoldás, fogalmazzunk úgy, hogy bürokratikus megoldás nincs, szabályozási megoldás szerintem nincs, hanem az egyén életben, tehát a, a, megoldás az az egyén életünkben, meg a családok világában keresendő, tehát az otthoni szocializációban keresendő, és hibát követünk el akkor, hogyha az Európai Uniótól, az ENSZ-től, vagy valamilyen nemzetközi szabályozótól várjuk azt, hogy szabályozza másként mondjuk a mobiltelefonok gyártóit, szabályozza másként a média viszonyokat, szabályozza másként a hírfogyasztást. Vannak olyan, ezt azért hangsúlyozom, mert vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ez egyfajta szakpolitikai, politikai kérdés. Én ezt nem szakpolitikai kérdésnek tartom, hanem kulturális kérdésnek, és a kultúra az nem a múzeumokban van, hanem a családokban van, az otthonokban van. Ezért azt gondolom, hogy valóban, és itt térnék vissza a konkrét kérdésre, az otthoni szokások, rituálék, szabályok környékén kell keresnünk a megoldásokat. És felsoroltak mellé, amiket nem szeretnék elismételni, megtehetjük. Tehát nyilván a, a, az online fogyasztás napi limitjének ö, a szigorítása, ö, legalább heti egy képernyő nélküli nap, vagy az értesítések kikapcsolása, mindezek mellett én egy dologra még nagyon szeretném fejlődni a figyelmet, ami a természetben töltött idő. És ö, nem beszéltünk róla, nekem személyesen bevált. Tehát azt gondolom, hogy a, a tudatunk ö, frissen tartása. Az érzékszerveink megnyitása, ilyen értelemben a tudati pórusainknak a kitisztítása az igényli a természetben töltött időt, és minden analóg típusú élményt. A könyvben írok azokról a trendekről is, egy David Sachs nevű kanadai újságíró segítségével őt idézve, amikor arra utalnak, hogy azért erre egyre több ember ébred rá, és talál rá. Olyan dolgokra, amikről néhány évtizeddel ezelőtt a digitalizáció térnyerés előtt nem gondoltuk, hogy vissza fognak térni a napjainkban, például az asztali társasjátékok, a jegyzetfüzetek, vagy éppen a bakelit lemezek világa is ilyen, vagy az analóg fénykép készítés világa is ilyen. Az az érdekes trend figyelhető meg, elsősorban a középosztály körében a fejlett világban, hiszen ők engedhetik meg maguknak ezeket a termékeket, szolgáltatásokat. Hogy miközben egyébként a digitalizáció szerepe az életünkben, és mondhatom, hogy szinte mindenki, az ami sokat leszámítva talán mindenki életében növekszik, közben egyébként nő az asztali játékok népszerűsége soha nem adtak annyit el, mint ma. A európai ilyen kézműves jegyzettömböket gyártó cég ma már egy 100 millió eurós tőzsdei vállalat, és Amerikában a 20 év alattiak, a 20 év alattiak vásárolják a legtöbb bakelit tehát nem valamelyik későbbi vagy idősebb generáció nosztalgiából kezdte el felvásárolni a lemezeket, hanem a nagy lemez cégek legprofitábilisabb termékei ma már megint a bakelit lemezek. Egészen egyszerűen azért, mert az emberek vágy az érzéki élményre, a többféle érzéket kielégíteni képes élményre, az analóg élményekre. És az egyéni tudatossághoz, a tudat tisztántartásához ezekre szükség van, és mindezek mellett szükség van a digitalizációtól távol töltött időre is, amire a természeti környezetünk a számos lehetőséget kínál itt Magyarországon is. Uh... És hát a leg, legfontosabb egységehez társadalmi szinten az a család. Tehát a beszélgetésből és a elmondott véleményéből ez világosan kiderül, hogy nem másra számítsunk, hanem keressük magunk, mi magunk meg a megoldásokat, és ennek a legfontosabb tere, területe az a család. Ott, tudjuk a problém, ott tudunk a problémáról beszélni, ott tudunk egyéni megoldásokat alkalmazni, és ezeket, amiket az imént hallottunk, ezeket a alkalmazkodási módokat, fertőtlenítési módokat, tisztítási eszközöket tudnánk valamilyen módon használni. Hát remélem, hogy ez a beszélgetés is hozzásegíti majd a hallgatókat és a nézőket. Ahhoz, hogy kedvet kapjanak a könyve olvasásához, hm. tovább gondolják mindazt, amit, amiről beszéltünk, a saját személyes életük szempontjából, a családjuk, gyerekeik szempontjából, hogy milyen veszélyeselkedik rájuk, és hogy ezt hogyan lehet elhárítani, nem eszköztelenek. Tehát, miközben a digitális világ megpróbálja teljesen birtokba venni az életünket, Rajtunk múlik, hogy ezt engedjük-e, nem vagyunk eszköztelenek, egyikünk sem eszköztelen, és talán ez a legfontosabb üzenete a könyvnek is, meg az ön zárszavának is. Úgyhogy köszönöm Böszörmenyi Nagy Gergelynek, hogy ismét velem volt, és a szellemi környezet kapcsán megosztotta velünk a gondolatait. Én is nagyon köszönöm.